Kominai Lassú és Siladri táncot adtak elő a Bartina Néptánc Egyesület táncosai a közművelődési helyszínek újranyitásának alkalmában megrendezett ünnepségen a Szekszárdi Művészetek Házában. A fiatal táncosok azt mondták, nagyon örültek, hogy kinyitottak a kulturális intézmények. Nagyon jó volt, hogy végre közönség előtt léphetünk föl, mert mi készültünk egy versenyre is, ahová sajna online kellett beadni a produkciót. Május 15-én a Nemzeti Művelődési Intézet 14 magyarországi agórával együttműködve országos megnyitó eseménysorozatot hirdetett. Ezen a napon az egész országban több mint 1000 művelődési ház nyitott ki és tartott műsort. A rendezvényen köszöntött mondott videóüzenet formájában Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára. Ez a hét a kulturális ágazat minden intézménye számára egy igazi ünnep. Ünnep a múzeumoknak, a könyvtáraknak, ünnep minden közművelődési intézménynek, mely helyszínek hosszú hónapok óta vártak arra, hogy működésük lényegi elemét, a látogatókat és a közönséget újra üdvözölhessék falai között. Az orgona és jazz koncertekkel tarkított szekszárdi évadnyitó eseményen ünnepi beszédet mondott Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója is. Kiemelte, azt szeretné, ha az elkövetkező időszak a remény és az újrakezdés öröme lenne. A kulturális központ munkatársai mindent elkövetnek ennek érdekében. Számos eseménnyel készülnek a nyárra és az őszre. A gyereknapon ingyenes mozi várja a kicsiket, amit védettségi igazolvánnyal és személyi igazolvánnyal rendelkező szülők kíséretében tekinthetnek meg a 18 éven aluli gyerekek. A felnőttek pedig többek között a Vármegyeháza udvarán élvezhetik majd a szabadtéri koncerteket, filmeket, sporteseményeket. Az elmaradt színházi bérletes műsorainkból már 3-at június első felében meg tudunk tartani, és azt hiszem június közepén elkövetkezik az az időszak, természetesen megvárva az erre vonatkozó kormánydöntést, amikor már kültéren is, vagy legalábbis zárt térben, de nagyobb látogató számot igénylő programokat szervezhetünk. Az eseményen Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is részt vett, aki köszönetet mondott a Babits Mihály Kulturális Központ dolgozóinak eddigi munkájukért. Nagyon örülünk annak, hogy eljutottunk ebbe az állapotban, hogy 4,5 millió ember már megkapta az első oltását, és ez lehetővé tette azt a lehetőséget, hogy a Babits Művelődési Ház is megnyissa a kapuit, és lassan-lassan visszatérjünk a rendes kerékvágásba. A rendezvényen a magyarországi Agóra hálózatot bemutató roll-up kiállítás is megnyílt, és több együttes adott koncertet.